szerencsés új évet! Kívánjuk ezt nagyon sokszor. És mennyi szerencse szimbólum van, szerencsepénzek, kabalák, és nagyon sokszor mindez csokoládéból. Úgy gondoltuk, hogy megédesítjük az új év első hetét önöknek, épp ezért meghívtam Farkas Elemért, a Csokoládé Múzeum tulajdonosát. Szeretettel üdvözlöm! Én is szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket és a kedves Glóriát. Köszönöm szépen! Hát én imádom, amikor a mi kis asztalunk terű-terű asztalkámmá változik, hát most aztán nagyon sok minden van rajta. Igen, hát nagyon sok mindent. Először is azért megmutatnánk, hogy ez az eredeti kakaóbabok, ez még csak egy fermentált kakaóbab, de ezek már drazsírozva vannak is egy 100%-os kakaóbevonattal. Uh-huh. És akkor ezt így rágicsálják az emberek? Hát ez egy nagyon különleges. Igazából egy kutatást végeztünk. Az 1800-as években először a patikákban kezdtek el csokoládét értékesíteni, és ezt felújítottuk, mivel az élelmiszereinkben egyre kevesebb az antioxidáns, és ebben natúrformában 25 ezer orakérték van, tehát 2-3 szemet kell megenni naponta, és az antioxidáns bevitelünk megvan per. Hát az nagyon magas, egyedül a mangosztán nevű gyümölcsnek van 20 ezer felett, hát akkor ez valami csodálatos dolog. Igen, és hát egy-egy szem így elég belőle? Hát azért naponta legalább 3 szemet meg kell enni, 5 ezer orakértéket kéne megennünk naponta, étkezés előtt kell a csokoládéval bevont, 100%-os kakaóval bevont kakaóbabokból 3 szemet fogyasztani, 3 deci vizet meginni hozzá. Igen. És egy 2-3-4 hét után az élelmiszer beviteli igényünk elkezd csökkenni. És hát ha van valakinek kedve, jöjjenek el egy ilyen kóstolóra hozzánk. Ez remek! Odafigyeltek? Kísérleti nyulak lehetnek, csak olyan nyulak, akik nem répát, hanem csokoládét esznek. Nagyon érdekes dolog. Önnek mindig vannak ilyen nagyon jó ötletei, valahogy, mintha szeretné az embereket, meg egyáltalán ezt az egész kísérletezést a csokoládéval is. Hát a csokoládé ez egy fantasztikus anyag, tehát ebből a savanyú keserű magból hogy lesz ilyen finom édes csokoládé, és hát itt a szilveszter új év köszöntésére fantasztikus friss csokoládé tallérokat készítettünk. És hát azért, mert itt az árfolyam most nagyon ingadozik, hogy most mi járunk jól, mert most nagyon magas a forint árfolyam a eurónak és a dollároknak, és ilyen szép ezüst, arany, aranyos. És ilyen zsetonok is vannak, és a Csokoládé Múzeumnak most... Én már most... jól kezdem az évet, van egy euróm. Igen. Ezek szerencsét és még 250 dollár is csokoládéból tessék parancsolni. Ez igen. Mondhatjuk, hogy aki ilyesmit kap ajándékba, annak már egy kicsit szerencsés lesz az új éve, hiszen pénzt fog. Igen. És hát, ha leveszi a fóliát, egy fantasztikus csokoládé van benne. Ez igen. De látom, hogy vannak egyéb szimbólumok is, például a malac, vagy a patkó. Hát ez mindenképp az új év, a szilveszter, a köszöntése, a szerencsevel párosul, és neked melyik tetszik, a malac, vagy a patkó, Gloria? Hát nem is tudom, a patkó az ritkább. Jaj, de szép, még kis bolond gomba is van rajta. Igen. De a malac is nagyon aranyos, azt is megmutatom. Ő rajta is van, ő meg patkót hord magán, úgyhogy úgy látszik, hogy ezek duplán hoznak szerencsét. Az én gyerekkoromban is voltak ilyen kis apróságok, de ezek most gyönyörűek, mintha megszépültek volna. Hát igen, a mai kornak megfelelően azért már nyomda technika segítségünkre van, hogy ezt a szép aranyfóliát nagyon szépen meg lehet nyomtatni, de azért egy kicsit gondoljunk a hagyományokra. Igen. Én adok neked egy ilyen kis kanalacskát. Igen. És új év köszöntésére egy ólomöntést fogunk. Jaj, nem mondtad, hogy ilyesmibe vagy jártas. Nézd meg, itt vannak kanál. A különleges kis gomba, malac, pénzeszsák, lóhere, választ egyet. Tehát ezek tulajdonképpen ólomból vannak. Igen. Egy malacka, látok itt egy gyönyörű gombát, édesek, meg különböző vázácska, patkó. Tehát ebből egyet választok, és aztán itt a kanalam. A kanaladba, igen. És egy kis malacot az is szerencsét hoz. Igenis. És ezt megolvasszuk, majd utána egy pohár hideg vízbe bele kell
Csak önteni, a kezemet figyeljék, és segénke megfogolvadni. Hát itt azért kell egy kis idő. Azt elmondom, mert most jutott eszembe, hogy mindig a láng szélébe kéne, mert az melegebb. Már olvad, már előre bukott a kicsike malackánk. Ezt mikor szoktunk csinálni? Szilveszterkor öntünk olmot, ugye? Igen. Nem tudom, és hogy... megtudjuk, hogy lesz-e szerencsénk az új évre. Na hát tehát amikor megolvad vagyok az ólom, utána hirtelen mozdulattal egy pohár hideg vízbe bele kell önteni, de teljesen meg kell, hogy olvadjon. Én várok, csak közben a ide készítem. És utána kihalásszuk a kanállal a pohárból, igen, és világos fal felé kell fény elé tartani, és akkor az árnyéka megmutatja, hogy mit ábrázol. De ezeknek érdekes az ábrázolásoknak vannak különböző jó jelentései. Na most figyeljenek, kedves nézőink, én megpróbálom, teljesen megolvad. Hú, wow, milyen hangja volt. Hú. Igen. Jó. Most ezt akkor a kanállal, ide helyez. Nem a kanállal, mert meleg. Tehát igen, a hideg vízbe le fog, vedd ki. Igen. Óvatosan. Pillanat. Jó. Óvatosan. Kanalat tedd bele a vízbe. A vízbe, igen. És akkor itt a fény, a stúdióban nagyon jó. Jönnek, tartsd ide a fehér fal elé, és hogy nézzük, hogy mit is ábrázolhat ez a, ennek a kiöntésnek. Hát megpróbálom, de nem fog látszani, mert túl nagy a fény, arra fele találni jobb, mert ahhoz na, túl nagy a fény. Mi lehet az árnyéka? Mit gondolsz? Hát ez olyan, mint egy szárnyas angyal. Jaj, hát ez fantasztikus. A szerencse rád fog köszönteni a szeretet ebben az év, az új esztendőben. Gyere holnap is, aki ilyeneket mond. Na, na de fordítsd meg, mert, hát, ha, mert minden oldaláról másképpen mutat. Várjál, megpróbálom, így. Csak az árnyék fele tudom, aha. Figyelj, ez olyan, mint egy ház. Nem, olyan, mint egy templom. Hát szép napok fognak rád köszönteni az új esztendőben. Én nagyon megköszönöm a jó Istennek és mindenkinek, hogy igazán rám férnek ezek a szép napok. Kedves elemér, hát... Nagyon örülök neki, hogy ilyen szépet öntöttél. És a boldogságot kedvet kaptak a kedves nekem nézők. Igen? Úgy gondoltuk, hogy a csokoládét ugyanúgy meg lehet olvasztani egy kanálba. Igen. És beleöntjük hideg vízbe, és a Csokoládi Múzeumban a szilveszter körüli programokban ezt ki fogjuk próbálni. Nagyon érdekes, ugyanazt tud történni, mint az ólommal, és utána még meg is lehet fogyasztani. El is lehet fogyasztani. Egy tehát, kicsit hogy... beszéljünk erről a múzeumról, mert ez nekem nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen valódi múzeum, ugye, hiszen a csokoládé történetével foglalkozik, meg sok minden egyébben. Igen, hát én 17 évvel ezelőtt kezdtem el, egy macskanyelves doboz Szentendrén vásároltam egy kis antikvitásba, és utána gyűltek, és hát a kedves látogatók is mindig hoznak, pénzre vagy csokira lehet cserélni, hogyha önöknek is van valami szép kis dobozocskájuk, akkor hozzák el a Csokoládé Múzeumba, és előszeretettel csokira, de esetleg pénzre is cserélem. Ez nagyon jó. Így gyarapodik a gyűjteményed, és megmarad az utókornak. De filmvetítések vannak nálad, kóstolások. Igen, hát nekünk egy nagyon interaktív a program. Kétfajta programunk van, van egy praliné túra, és van egy fejedelmi túra. A praliné túra az 2 órás, a fejedelmi túra az 2,5 órás, a két program 2 óráig egyforma. Sok, már a bejáratnál egy csokoládészökőkút fogadja a kedves vendégeket. Ott finom étcsokoládéba lehet finom, frissen készült marcipán golyókat kóstolni, majd utána történik egy tárlatvezetés, a csokoládé történetében megismerkedünk, közben mindig minden állomáson kóstolás, majd a fénypontja a programunknak, egy kézműves csokoládét készíthet mindenki saját magának, a saját ízlése szerint megízesítheti, megdekorálhatja, és egy gyönyörű díszdobozt kap hozzá, mint itt van a... Amiben a kávészemeink kakaóbab szemek vannak. Igen. És ez egy nagyon interaktív doboz, főleg a gyerekek, de a felnőttek is, a másik oldal ilyen üres. Igen. És utána meg lehet rajzolni, festeni a Csokoládé Múzeum élményét. De jó. Vagy például, ha ajándékozza azt, amit igen, ő csinált, ráírhatja, hogy nagyinak szeretettel. Igen, mert akármit ráírhat, rárajzolhat, és hogyha gyerekcsoport van, akkor szoktuk meg is hirdetni, hogy
töltsék fel a képeit a dobozaiknak a közösségi oldalunkra, aha, és akkor megszavazzuk, hogy az nap kinek lett a legszebb csokoládés doboza. Ez jó. A mi műsorunkat is lehet követni a Facebookon, és ezek szerint a Csokoládé Múzeumot is. Na, majd megszeretgetjük egymást a Facebookon is. Na most ezt a gyönyörű piros nagyot megmutatnád a nézőknek, hát hogy amiről tulajdonképpen beszélünk. Ez egy kakaobabnak a termése, tehát ez egy érett termés. Körülbelül 20-30 ilyen magocska van benne, egy fehér pulpába ülnek, macsét a késsel fölcsapjuk, és kézzel ki kell macsingálni a magokat. Majd pálma leveleket lesznek, banánlevelek leterítve, és hát nagyon meleg kell, hogy legyen, mert a kakaó termése minimum 25 fok meleg, és 80 páratartalom szükséges ahhoz, hogy a növény meg tudjon élni. 22-23 fokban megfagy a növény, és egész évben. Ez a termés a kakaófának a törzsén. Kétszer van egy szüret egy évben, és ebből készül a finom csokoládé. Most már ezt is tudjuk, mert vallják be őszintén, hogy nem igen láttak ilyen nagy kakaófa termést. Általában nem is ismerjük még a kakaó magot, babot sem nagyon láttuk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennél hasznosabb dolog, mint egy csoki múzeumba elmenni, nem sok van, de ennél finomabb biztos, hogy nincsen. És akkor az új évet is úgy kezditek, hogy... Hát új évre még egy nagyon különleges csokoládé családunk van, mivel hogy magyarok vagyunk, és szeretjük a pálinkát. Azt igen. Barack, szilva, körte, cseresznye, pálinkával töltött pralinék, és hogy koronázzuk meg, az aranyszínű az tokai aszus. Hűha! Ki gondolná, hogy ebben aszú rejlik ebben a kis bombomban? És képzeld el, az össúlyához képest 21,4% tokai aszú, vagy pálinka van, igazi pálinka, igazi aszú, és egy 60% kakaótartalmú ércsokoládé ölelik körül a finom pálinkát. Igaz, egyszerre kell bekapni, mert nem lehet csak úgy csemegézni vele. Meg kifolyik a drága nedű. Akkor kocincsunk, Gloria. Még csokoládéval úgysem kocintottunk. Ez van, egy szilvásat veszek ki, miért kész? Én meg egy barackost pálinkát. Jó van. Akkor. Boldog. Új évet kívánok! Szeressék a csokoládét, jó egészséget, a viszontlátásra! Az új